Kiesési rangadó volt tegnap Siófokon, legalábbis így könyvelték el előzőleg a Siófok Eger találkozót, a hozzáértők meg a hozzá nem értők is. 4 gól következik, helyenként szakadó havazásban. Széllel szemben játszik most a vendégegyüttes, az Eger. Középen Adi a siófokiak közül, szabadrugást ítél a játékvezető Bognár, 17 méterre az egriek kapujától. Pardavi is készülődhet. Végül Pardavi fölé. Palkovics is ott van benn középen. Na meg Szajc, aki a leghosszabb a siófoki játékosok közül. Adi is ott steppelget, olajos előtte. És majdnem sikerült önmagát helyzetbe hoznia. Az egri csapatnak végül Bodolai menti meg a dolgot. Egri szabadrugás az első félidő 10. percében 0-0-ás állásnál. Az egriek szinte még nem jöttek át a felező vonalon. Olajos szerzi meg a labdát. Jó labda Lakatosnak a bal oldalon. Középen Palkovics. Nem ő kapja a labdát, Bodolai véd, Adi fejesét fogja. Szabadrugás az első félidő 10. percében a hazai együttes, a Siófok javára. Pardavi álló csípőretet kézzel, szakálláról könnyű megismerni. Lakatos sétál el a labda mellett, aztán Kirikó is. Mutatja Pardavinak, hogy végül talán ő lövi. Igen, Kirikó, Bodolai újabb bravúrja. És elfut a labda mellett, Csefregi, ballal mellé. Fajc és Palkovics vannak ott bent középen, egyelőre a siófokiak közül, aztán már érkezik Adi is, jön előre Pardavi. Újabb tumultuózus jelenet, és ismét egy Bodolai bravúr. Palkovics labdáját tornázta ki a kitűnően védő egri kapus, amit látják a kedves nézők az ismétlésben is. A bal alsó sarok elől marad a 30. percben is a 0-0. Fegyvernek kiszabadrugását követően a 37. percben az első félidőben. Már Kirikó rajtól. Csendesen már túljutott a vékony dongájú kitűnő játékos. Lakatos a bal oldalon. Szajc, Adi és Palkovics bent a 16-oson belül. Palkovics felé megy a labda. Le is fejeli, de mögötte már a második hullámban nem jön senki. Maradt továbbra is ott az egri térféren a labda. Lesről ezúttal nem lehet szó. Adi. Szajc elesik. És a játékvezető közvetett szabadrugást ítél a 16-oson belülről. Lakatos és Kirikó a labda mögött. Pardavi készülődik. Ugye közvetett szabadrugás után a legurítás követően esetleg elvégezze a kapura rúgást. Bognár játékvezető a 39. percben 0-0-nál egyelőre még csak intézkedik. Lakatos, és kipattan a labda természetesen. Valamennyi egri játékos ott volt bent az ötösön. Adi tör ki a labdával, Bodolai kijön, és ebben a pillanatban már is benne a hazaiak vezető gólja. Adi dicséri a dolog, nem hagyta magát, végigviszi a labdát, és ezzel a második félidő első percében vezet a Siófok 1-0 arányban. Lakatos orra előtt, elcsúszik a labda, és 2-0 arányban vezet már a siófoki együttes. Védelmi hiba ismét. Nem volt egyetlen egy egri védő, aki megakadályozhatta volna abban a siófoki játékost, Adit, hogy megszerezze csapata második gólját is. Palkovics nagyon jól játszik most a második félidőben a siófoki csapat. Kirikó lép ki a védők közül, Kirikó még mindig. Kapufa! És utána kivagyja Szajc az ordító helyzetet. 12. 13. perc a második félidőben, 2-0 arányban vezet a Siófok. László teszi oda Barabáshoz. Csepregi elől Jancsik az utolsó pillanatban. Marad ott a siófoki csapat.
kapu előterében csepregi a földön, és ez bizony meglepetés, a játékvezető 11-est ítél. Kovács László és Kisnéz farkas szemet. 2-1 az állás. 11-esből szépítette hát az Egri együttes. Kovács érzi, hogy merre megy a labda. Kis azonban nagyobb erővel végzi el a rúgást. Lakatos próbál kitörni a földön, visszaszerzi a labdát Lakatos, még mindig nála van, beteszi középre, betenné középre. Kirikó az ötösnél, Bodolai másodszorra megkaparintja. 37. perc. Jancsika nagyon keményen, határozottan szerez labdát a felező vonalnál. Kolovics próbálna, aztán Boda. A túloldalon ott van Lakatos. Szajc kérné tőle a labdát. Lakatos, hatalmas gól! Ez igen! A mérkőzés eddigi legszebb gólja, lehet, hogy a forduló egyik legszebb találata. Lakatos csinál egy cselt befelé, hogy befasztolja Szajcnak. Mindenki arra néz, és ő gyönyörűen lágyan bal belsővel beemeli a labdát. 3-1-es Siófok javára.